Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grace vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Drága lehet az iskolakezdés, egy elsős gyereknek akár 60 ezer forintnál is többe kerülhet a papír és írószer. Hárman törtek be a nyaralóba, 500 000 forint értékben vittek el eszközöket. Magyarok kenyere, augusztus 20-áig várják az adományokat Tolna vármegyében. Erzsébet tábor idén 120 gyereknek szervez programot a Humán Szolgáltató Központ. Akár több mint 60 ezer forintba is kerülhetnek a tanszerek akkor, ha a gyerek az első osztályt kezdi meg, ezt mondja a Szekszárdi Pátrix nyomtatványbolt vezetője. A szakértő szerint az egyes termékek nagyon drágultak tavalyhoz képest. Itt vannak az A5-ös füzetek az elsőtől egészen 8. osztályig, aztán vannak a nagyoknak természetesen szintén design füzetben az A4-es füzetek. Tömött sorokban a füzetek és az írószerek a Szekszárdi Pátrix üzletben. Itt már minden készen áll a szeptemberi tanévkezdéshez. Papírtermékek nagyjából 300 forinttól kaphatóak, de van táska, ami 30 ezerbe kerül. A bolt vezetője azt mondja, nincsenek könnyű helyzetben sem ők, sem a vevőik, mert a beszerzési árak drasztikusan emelkedtek tavalyhoz képest. Egyelőre főként kivárás van itt a tanszerpiacon. Amit még el tudok mondani, hogy igen, jelentős áremelkedés történt tavaly óta, természetesen a papírnak a világpiaci ára óriásian felment, ezért a füzetek nagyon nagy mértékben drágultak. A többi tanszerről azt tudom mondani, hogy 15-20%-os drágulás van. Éppen emiatt a vevők egyelőre kivárnak, és sokan térnek be hónapról hónapra is, hogy apránként szerezzék be a szükséges dolgokat. A szakember szerint a legnehezebb dolguk azoknak a családoknak van, ahol a gyerek vagy gyerekek az első osztályt kezdik meg. Ott ugyanis nebulonként akár 60 ezer forintba is kerülhetnek a szükséges papíráruk és írószerek. Nekünk kis vállalkozásoknak most nem panaszkodni kell, hanem igencsak fel kell vennünk a fonalát a kereskedelemnek, ugyanis mindenki nagy erővel száll be ilyenkor a multik, és természetesen az iskola szezonban. Tehát úgy érzem, hogy fölértékelődik a szakértelem, és fölértékelődik az óriási választék. Az is felértékelődik, hogy mi egész évben tudjuk nyújtani azt a választékot, amit ilyenkor a szülők keresnek. Az üzlettulajdonos egyébként azt mondja, aki teheti, inkább némileg drágább, de minőségi eszközöket vesz. Egy ilyen füzet például még sok év múlva is bátran elővehető. Hazánk évek óta szorgalmazza a mézkeverékek származás jelölésére vonatkozó európai előírások szigorítását a fogyasztók és a méhészek védelme érdekében. Az uniós folyamat lassúsága miatt Magyarország nemzeti hatáskörben szigorítja a hazai szabályozást. Mézkeverékek esetén kötelező lesz feltüntetni valamennyi származási országot, méghozzá a felhasznált mézek tömeg szerinti csökkenő sorrendben, közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető emlékeztetett, a magyar kormány számára kiemelt jelentőségű mind a fogyasztók, mind pedig a méhészek védelme. A minisztérium tájékoztatása szerint Nagy István kifejtette a mézek jelölését, közösségi szinten a mézről szóló tanácsi irányelv szabályozza. Eszerint a címként jelezni kell azon származási országot, ahol a mézet begyűjtötték. A több országból származó mézkeverék esetében azonban nem kötelező a származási országok feltüntetése. Elég azt jelölni, hogy EU országokból vagy EU-n kívüli országokból származó keveréke. Nagyjából 500 000 forint értékű tárgyat lopott el egy háromtagú banda egy faddomboriban található nyaralóból. A rendőrök hamar megtalálták őket, és az elvitt eszközök egy része elő is került. Fotón az előkerült horgászbotok, az eszközöket faddomboriból lopták el néhány napja, de nem csak ezeket, más tárgyakat is magukkal vittek a tolvajok, összesen mintegy 500 000 forint értékben. 2023. július 20-án késő este tett bejelentést egy görei férfi a 112-es segélyhívóra. Elmondta, hogy visszaérkezett a Volántöbölben lévő nyaralójához, aminek a bejárati ajtajáról ismeretlen tettesek a kilincset letörték, és a bejárati ajtó melletti kisüveget betörve bejutottak a házba. Ott mindenhol kutatást végeztek, mindent felforgattak. Az elsődleges bejelentés szerint két lapos tévét,
horgászbotokat, aranyékszereket, élelmiszert és italokat vittek el az ismeretlenek, körülbelül 500 000 forint kárértékben. A megtalált horgászbotokat a rendőrök visszaadták a györkönyi tulajnak, a többi értéke viszont nem került elő. A három betörő ellen pedig eljárás indult. Két faddi férfi és egy faddi nő vált gyanúsá a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban. Időközben a trió két tagját, egy 27 éves nőt és egy 26 éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki, lopás büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Ők beismerő vallomást tettek, az eltulajdonított horgászbotokat lefoglalták és visszaadták tulajdonosuknak, így akár egy része megtérült. Az ügy további vizsgálatát Tolnai rendőrőrsön folytatják. A tolvajok akár 3 év börtönt is kaphatnak. Júniusban a turisztikai szálláshelyeken 1,6 millió vendég 4 millió éjszakát töltött el. A látogatók száma 3,8%-kal magasabb, a vendég éjszakáké 0,8%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 10%-kal csökkent, a külföldieké 14%-kal emelkedett. Január és június között a hazai látogatók 8%-kal kevesebb, a külföldiek 13%-kal több éjszakát töltöttek el a turisztikai szálláshelyeken, mint az előző év azonos időszakában. A turisztikai szálláshelyeken 1,3%-kal több, összesen csaknem 16 millió vendég éjszakát regisztráltak. A friss magyar paradicsomból a vásárlók idén is bőséges kínálattal találkozhatnak a boltokban és a piacokon, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet. A piaci körkép szerint a magyarországi paradicsom termesztés az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül. A növényházi termesztésnek köszönhetően pedig a környezeti tényezők sem befolyásolják olyan mértékben a termés mennyiségét és minőségét, mint a szabadföldi körülmények között. Rámutattak, hogy az étkezési paradicsomot a gazdálkodók jellemzően üvegházban vagy fóliasátorban termesztik. Az utóbbi években a támogatások és a kedvező hitellehetőségek miatt több mint 110 hektárral nőtt a növényházi paradicsom területe, így jelenleg 310 hektárnál nagyobb területen folyik paradicsomhajtás az országban. Évente átlagosan 150-160 ezer tonna friss piaci paradicsom kerül ki a magyarországi üvegházakból és fóliasátrakból. Tolna vármegyében is augusztus 20-áig várják az adományokat a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. Tavaly mintegy 10,3 tonna gabona gyűlt össze Tolnában. Vendég Edith annak Tolna vármegyei elnöke azt mondja, bízik abban, hogy ezt a számot idén felül tudják múlni. 2011-ben indult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem kezdeményezés. A programot jelenleg a Magyar Gazdakörök és a Gazdaszövetkezetek Szövetsége, valamint a Magyarok Kenyere Alapítvány és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara bonyolítják le. A mozgalom indulásakor mindössze 10 tonna gabona gyűlt össze. Ez a mennyiség az elmúlt években túllépte az 1000 tonnát is. Az adatás kezdetével Tolna megyében is elkezdődött az adományoknak a gyűjtése. Augusztus 20-áig gyűjtjük az adományokat, a búzaadományokat a megyében. Szeretnék is felhívni minden gazdálkodót, aki szeretne részt venni a programban, hogy keresse a falu gazdászainkat, vagy a megyei igazgatóságot, és a gyűjtőpontoknak az elérhetőségét itt tudja megszerezni. A falu gazdászoktól zsákot is, gyűjtő zsákot is fog tudni kapni. Tolna vármegyében 4 ponton zajlik a gyűjtés, Tamási Szemcsepusztán, Őcsényben, Bölcskén és Dalmondon. A Dunaföldvári Malomban megőrlik ezt a gabonát, és ezt a lisztet adományozzuk olyan karitatív szervezeteknek, megyei karitatív szervezeteknek, akik aztán a rászoruló családok részére eljuttatják a Tolna megyei gazdák által összegyűjtött búzaadományt, lisztadományt. Tavaly mintegy 10,3 tonna gabona gyűlt össze Tolnában. Az elnök azt mondja, bízik abban, hogy ezt a számot idén felül tudják majd múlni.
A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai augusztus 7-e és 18-a között a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett adózókat, valamint az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a bevallás és adófizetési kötelezettség teljesítését, a jövedéki szabályok betartását, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Ellenőrzésekre többek között Dombóváron, Bonyhádon, Szekszárdon, Pakson és Tamásiban kell számítani. Megnyílt Adorjáni Endre szobrász kiállítása a Tamási Galériában. A tárlatot az alkotó ajánlotta a látogatók figyelmébe. A megnyitó gondolataiban többek között elhangzott, hogy élete és művészi pályája során elsősorban a humánum, az emberi kapcsolatok kérdésköre, az egyensúly keresése foglalkoztatták. Alkotásait nem lehet beskatujázni, a groteszk ábrázolásmód, az ellentétes esztétikai minőségek azonban rendre megjelennek szobraiban, kis plasztikáiban. A látogatók megtudhatták, hogy soha nem rajzolja le előre alkotásait, gondolatban formálja meg azokat, hosszan érleli műveit, és csak akkor kezd neki az alkotó munkának, amikor úgy érzi, hogy mindez már anyagban is meg akar jelenni. A kiállítás megnyitóját Szakács Bende, az Alapfokú Művészeti Iskola diákjának zongorajátéka tette még hangulatosabbá. Immár negyedik éve pályázik minden esztendőben Erzsébet táborok szervezésére a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ. Ezzel ingyenes lehetőséget biztosítva az adatbázisokban lévő gyerekeknek. Idén összesen 120 fiatalnak tartanak egyhetes programot, amelyben szerepel a hagyományok ápolása, a sport és egészségmegőrzés, illetve a kézműveskedés és több kirándulás is. Na ez az! Hatalmas dobókockát használtak a gyerekek a méretes társasjátékhoz Szekszárdon az Energia Parkban. Ezúttal 30 fiatalnak szervezett egyhetes elfoglaltságot a Humán Szolgáltató Központ az Erzsébet tábor keretében. Mert nem kell otthon lenni, hát igazából otthon is lehetünk, csak a táborban találkozhatunk barátokkal, ismerkedhetünk másokkal is, és új játékokat is találhatunk. A központ immár negyedik éve pályázik minden esztendőben a programra, hogy ezzel ingyenes lehetőséget biztosítsanak az adatbázis lévő családoknak. Idén összesen 120 gyereknek szerveznek tábort. A jelentkezőknek a fele az ügyfélkörünkből kerül ki, és direkte, célzottan keressük őket ezzel a lehetőséggel, mert nekik tényleg szinte ez az egy lehetőségük van arra, hogy a nyarat valamilyen tábori körülményben tudják tölteni. A többiek úgy jönnek a gyerekek, hogy ők évek óta visszajárók hozzánk, van egy adatbázisunk, ami alapján dolgozunk. A tartalmas szakmai programok között szerepel a hagyományok ápolása, a sport és egészségmegőrzés, illetve a kézműveskedés és több kirándulás is. Hogy múlt héten Bátán voltunk, akkor ott elmentünk, megnéztük például a Szivattyú telepet, fönt voltunk náluk a Fekete Gólya házba, ott kaptunk különböző programokat, fölmentünk a Szentvér templomhoz, tehát próbáljuk igen azokat a nevezetességeket is megismertetni a gyerekekkel, mert lehet, hogy van olyan kisgyerek, aki nem járt még mondjuk ezen a településen, vagy ezen a területen, és akkor kicsit úgy élményekkel telve tudjon hazajönni. Az egy hét során a gyerekek katonai bemutatón is részt vehettek, emellett Szálkára is ellátogattak. Regionális híreink következnek. Megverték, kifosztották, hárman támadtak ok nélkül a buszvezetőre Pécsen. Magas felvételi pontszám a Pécsi Művészeti Karon, új jelentkezés a tervező grafika és elektronikus média szakra. Felkerült Pécs az űrkutatók térképére, nemzetközi versenyen szerepeltek a Janusz Gini diákjai. Két járat között munkavégzés közben bántalmaztak egy buszvezetőt Pécsen, a Volán pályaudvaron hárman támadtak rá ok nélkül. A rendőrség elfogta a hétfő esti bántalmazás gyanúsítottjait. A közlekedési cég közleményben ítélte el az esetet. Azt írták, elég volt a sofőröket ért támadásokból. Érkező és induló utasok buszok a pécsi autóbuszállomáson. A pályaudvaron kamerán kívül azt mondták stábunknak, hogy a dohánybolt előtti terület és a dohányzásra kijelölt hely a legveszélyesebb. Ez a rész az, ahol egy buszvezető is bajba került hétfőn este.
Információink szerint itt a háta mögötti dohánybolt előtt történt az eset. A sofőrről azt tudni, hogy két járat között volt éppen, tehát ment egyik buszról a másikra, hogy folytassa munkáját. Ekkor támadták meg az ismeretlenek. Minden ok nélkül ütni-rugni kezdték hárman. A rendőrség sajtóreferense azt mondta, ez a bántalmazás tipikus példa arra, hogy bárki jöhet, az elkövetők elhatározták, hogy megverik és megszerzik értékeit. A rendőrség ügyeletére hétfőn este 8 óra előtt érkezett bejelentés az esetről. A helyszínre érkező kollégáim megállapították, hogy a sértettet minden előzmény nélkül szidalmazni, majd bántalmazni kezdték hárman. A bántalmazás közben a sértett kezéről leesett karóráját, illetve a zsebéből kiesett mobiltelefonját egy-egy elkövető eltette. Kollégáim adatgyűjtést végeztek, majd egy órán belül elfogták a három feltételezett elkövetőt. Előállításokat követően mindhármukat gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók. Az eltulajdonított értéktárgyakat hiánytalanul visszakapta a megvert sofőr. A feltételezett elkövetők valószínűleg rács mögött maradnak a nyomozás ideje alatt is, tudtuk meg a sajtóreferenstől. A három gyanúsított ellen csoportosan elkövetett garázdaságbüntet és könnyű testi sértés vétség, illetve az értékeket eltulajdonító két feltételezett elkövetővel szemben kifosztásbüntet elkövetése miatt is nyomozást indított a pécsi rendőrkapitányság. Mindhármójukat őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat. A Volánbusz közleményben ítélte el dolgozójuk bántalmazását. Azt írták, a rendőrség, az önkormányzat és a közterület felügyelet összefogását kezdeményezik, hogy megoldást találjanak és ne történjen hasonló eset. Információink szerint jelenleg egy biztonsági őr dolgozik a pécsi buszállomáson, korábban ketten voltak. Kerestük a Volánt, de azt mondták, nem tudnak nyilatkozót biztosítani Pécsen. Magas pontszámmal kerülhettek be a Pécsi Egyetem művészeti karára a diákok. Legkeresettebb a tervező grafika szak, amire többszörös túljelentkezés volt a jellemző. Ugyanez a helyzet az elektronikus média szakkal is. A festészet is keresett a fiatal művész jelöltek sorában. Valamennyi ágazaton betöltötték a helyeket. Viszonylag magas, 360 és 400 pont között kellett teljesíteni annak a felvételiző diáknak, aki beszeretett volna kerülni a PTM művészeti karára idén. A felvett hallgatók száma 137 fő, a felvételi vizsgán ennek mintegy a kétszerese vett részt. A tendenciánk azok nagyjából ugyanazok, mint amit az elmúlt években tapasztaltunk, tehát a tervezőgrafika szakunk a legkeresettebb, ott többszörös túljelentkezés van, de szép számmal jelentkeznek festő szakunkra is, vagy említhetném például a elektronikus média zene művészképzésünket, ahol szintén többszörös túljelentkezés volt idén is, úgyhogy ezeknek mind örülünk, de minden szakunkon be tudtuk tölteni a rendelkezésre álló helyeinket. Kevés a lemorzsolódó hallgató a tanulmányi évek során. Etéren kimagaslóan jó mutatókkal rendelkezik a pécsi művészeti kar. Ennek egyszerűen az az oka, hogy aki az egyetemi képzésig eljut, egyetemi jelentkezését beadja, amögött is már több éves szakmai munkál, szakközépiskolákban, konzervatóriumban, tehát nagyon nagy az szakmai elkötelezettség a hallgatóink esetében, és ennek tükrében a lemorzsolódási számaink is nagyon alacsonyak. Bolognai rendszer szerinti osztott képzés, alapmesterképzés és van osztatlan képzés is a PTM művészeti karon. Az osztatlan képzés esetében is jellemző, hogy az első évek egy szakmai alapot adnak. A képzés közepétől pedig egyre inkább az önálló művészi megnyilvánulás felé terelődik a hangsúly. Ez az alap és az osztott képzéseknél még inkább így van, mondta a dékán. Nagyon nagy az eltérés, mert zenei területen viszonylag jó az elhelyezkedés, hiszen a hallgatóink vagy pedagógus pályára mennek, vagy zenekarokhoz muzsikálni, azért Magyarország e tekintetben nagyon jó lehetőségeket nyújt, hiszen rengeteg zenekar van, és hát Európa szerte is a ügyesebb hallgatók el tudnak helyezkedni, tehát ott jók a lehetőségek, nyilván az alkalmazott területen szintén, tehát a tervező grafikánál ott gyakorlatilag szintén, már a képzésen belül is nagyon sokan munkát vállalnak, és jól el tudnak helyezkedni. A klasszikus képzőművész szakjainknál ott egy kicsit változatosabb
a helyzet és az elhelyezkedés is e tekintetben, hogy mondjam, nagyobb palettán történik. Lengyel Péter dékán abban bízik, hogy a 3D-vel a klasszikus szakokon belül egy olyan felületet tudnak megnyitni, amely a piaci elhelyezkedés lehetőségét jobban segítheti a végzettek számára. Műholdat építettek pécsi diákok, akiknek űreszközét egy nemzetközi versenyen tesztelték sikerrel. Az Európai űrügynökség hirdette meg a 26 országból érkező csapatoknak a versenyt, ahol Kanada és Japán is részt vehetett. A középiskolások műholdjai egy spanyolországi helyszínen kerültek fel egy rakétára, majd tértek vissza a Földre, miközben méréseket végeztek. Rakéta kilövés az Európai űrügynökség, vagyis röviden az ESA versenyén Spanyolországban. Itt szerepeltek sikerrel nyáron a pécsi Janus Pannonius gimnázium diákjai. Ők először a magyarországi versenyt nyerték meg, így szereztek jogot a nemzetközi indulásra. A középiskolásoknak volt meghirdetve a verseny, és 26 országból, ESA tagországokból, köztük Kanada és egy vendégcsapatként Japánból is jöttek általában ilyen 5-6 fős csapatok, és tényleg egy nagyon jó közeg volt az, hogy mindenkinek már alapból volt közös témája, és hogy tényleg mindenki tudott valamiről beszélgetni, és az atmoszféra az teljesen olyan volt, hogy nem is így vetélytársakként, hanem mintha ők is csapattársak lennek, és mindenki a másikat ott is próbálta segíteni, ahogy tudja. A fiataloknak egy műholdat kellett építeni, amit a rakétával 1000 méter magasra lőttek fel. Itt az épített szerkezet elhagyta a rakétát, és egy kis ejtőernyővel visszatért a Földre. A fiatalok nem mindennapi munkáját mentorként segítette Rendes Péter, Blanka édesapja, aki informatikai területen dolgozik. Olyan eszközökkel kellett dolgozni, amikkel nem dolgoztunk eddig, olyan területek, amik nekem is újak voltak. Ilyen volt például mondjuk a rádiókommunikációs rész is, hogy megoldani, hogy fellövik ezt az eszközt, és tényleg működjenek, kapjuk az adatokat, ilyen kisméretben ez megépüljön. És hát ehhez képest ugye ilyen házilagos körülmények között készült egy csomó minden, tehát például a rádió tesztelés az úgy történt, hogy Blanka nagymamája 10-en lakik, és az ő erkélyéről tartotta Blanka az eszközt, amíg én elmentem autóval, és eltávolodtam, és így teszteltük, hogy megfelelően jönnek-e az adatok. A pécsi diákok műholdját ez a kis doboz rejtette és védte meg, miközben méréseket végzett. Több feladata volt a szerkezetnek. Két küldetése volt a missziónknak. Az elsődleges küldetés az minden csapat számára ugyanaz. Légnyomást kellett mérni, hőmérsékletet, illetve magasságot, illetve a másodlagos misszió az mindenkinek szabadon választott volt, a miénk UV intenzitást mért, és mind a magyar döntőn, mind a nemzetközi ESA nagy döntőn mindkettő küldetésünket maximálisan teljesítettük. A magyaron nyertünk, a nemzetközin pedig benne voltunk abban a 3-4 csapatban, aki teljesen 100%-os kürt futott, hogy úgy mondjam, és a végső győzelemre is esélyesek között szerepeltünk. Végül a francia csapat kapta meg a fődíjat. A pécsi diákok a legjobb 5 között voltak, ezt az oklevelet kapták a nemzetközi versenyen. A csapatot is 5-en alkották. A diákok és segítői kiutazását a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer röviden. Drága lehet az iskolakezdés, egy elsős gyereknek akár 60 000 forintnál is többe kerülhet a papír és írószer. Hárman törtek be a nyaralóba, 500 000 forint értékben vittek el eszközöket. Magyarok kenyere, augusztus 20-áig várják az adományokat Tolna vármegyében. Erzsébet tábor, idén 120 gyereknek szervez programot a Humán Szolgáltató Központ. Pénteken a nap nagy részében napos idő lesz, gyenge mérsékelt északias légmozgással. A hajnali reggeli záporok fokozatosan megszűnnek, és késő délutánig csak elvétve fordulhat elő csapadékgóc. Ismét nyugaton várható a hűvösebb, keleten, délkeleten pedig kánikula. Az északnyugati határvidéken lehet napközben is több felhő.
Késő délutántól egy lassú mozgású hullámzó hidegfront éri el hazánkat, országszerte megnő a csapadék hajlam. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!